kapcsolatos, az tényleg ilyen. Még csak nem is akár semmi. Egy bizonyos szempontból lehet, hogy valami a különöket és miért le. Azt is ezt hiszem, hogy csizás. És akkor még ráfogod ez az ugyan, de hogy ez magyarul lesz már kárhoztató. Tehát ugye a magyar kapcsinál, amik tényleg nagyon precízenek, gondolat, eszme, és a nyilvánban, azt hiszem biztos, hogy jelenleg is a fordítás, ha nem készült az életben, azt hiszem, hogy teljesen sok fordítva a pálcot, amit megformálsz. Én meg egy fordítva az, ami esetleg valamában is lehet. És ilyen iszonyat szép kis kedves tárgyat benne vagyok, ez a az állapot csináltak, aztán ezek összeköltöttek. Nem tudom, hát a régi vazsidós maradott a frakcióban, az még sok kis vázsidóban ez a és hogy lefényképeztettem magát, de körülbelül úgy nézett ki, mint amikor a kiszeltünk, de oda rohan a Sophia Loren mellé, és egy közös fotó közöttem. Aztán írtam erről valamit, és akkor nagyon megsértődött, de az is volt a célom. Azóta, hogy nem beszélgetünk. Várjál, majd mindjárt mondok neveket most. De várjál, tudod, hol vettük a cuccokat, ahol most a rendőrség van. Igen, ahol az erőt téren volt, az indékel kultúra volt. Nem lesz szabad, hogy tartsa a gyereknél. Hát így tudok ötni. Más ez elég eszős a Amíg a szemem, ez egyes, tehát itt nincs semmi elabit. Ott van hátul is.
Hát sajnos most az a baj, Levente, hogy miért nem szóltál százszor előbb már? Igen. Mert itt vannak a biciklik. Az oké. Okay. Igen. Akkor jó, akkor meg... Igen, az igaz, de én azt mondanám, hogy akkor csak ilyen hangulatkép, jó? Hogy semmilyen módon ne legyen olyan őrült nagy bevetítés, mert lesz az még üresebb is, mert most még lakjál. Ja, erre? Aha. Hát az ott van. Igen, főleg azért, mert ez most elég van, tudod, ilyen raktárosdiban. De ez ilyen kiállító terem, gondolom. Hát ez lesz a kiállító, mozgáspróbák. A színháztér, az a típusú zsője, ami ki van rakva, mit tudom én, kb. 80 emberre, és el is tüntethető, mert a székek simán a falhoz sorakoztatható. És egy kicsi sarok olyan, hogyha véletlen valaki nagyon-nagyon-nagyon megszorul, hogy hol nem tud aludni, ez eddig is volt. Tényleg volt. Nálunk mindig volt egy ilyen menetek. Jó. Vidékre az a menetek, mit tudom én, vagy valami. Vagy most például, amikor ülítik ki a kollégiumokat a koronára, stb. Egy pillanatra itt két hétben. A pillanat az két hétben. És akkor láttad ezt a... Jó reggyem a... Például a fellépőnek a gyönyörű karja mellett van egy csodálat. Lacikám, szeretem teremtelni. Szép jó estét, Szonya vagyok. A Szonyát ajánlom, szeretem teremtelni. Hello, mindenki szép kollégvessét, életek, gondolkod a rajta. Ez a 271. esték az ott is vagyunk írva. Nem is vagyunk. Meséltem, hogy hogy látunk az első kitart a rendőrséget, és azt lenne egyáltalán. De aztán Budapest, akkor veszélyes. Take a seat. The buffet is there. The public is here. The artist is here. Your shoes, please. Take a seat. Fia, what's on the book? Why was that? Köszönjük szépen! No. Pleased to meet you. Hope you get my name. Asminyar. Lari! Arra, hogy Lari? Nem figyel az úr a Lari. Jó, Lari! Ja, igen, én vagyok, bocs! Ez a nem, nincs ház. Kicsit szorítani.
Hoztam egy kártyapaklit, mindegyik kártya azonos, és mindenki eltelt egy pénzt. De mindegyik kártya elvételnél mindenki érjen hozzá, aki elvesz egyet az egész stócshoz, tehát én nem osztom, hanem érjünk annyira össze, hogy kézről kézre megy. Ez egy honlap, amit nagyon szépen megcsináltak olyan érdekes emberek. Logót is terveztek, és te is add tovább. Tudom a kézmosás, de most ezt próbálom mondani. Értékeljük, baszhatjuk, jön a vírus, hol is engedjük egyet, és adja tovább, vagy ha akar másokat mondani. Megcsinálom, hogy ez a világ legrosszabb ebben a lényege. Ugyanis most meg ezzel a tel próbáltam a faszit megtalálni, se e-mail, se mobil szám, semmi. A Facebookon legalább hárman van a hasonló lévegű nő, aki nem ő. Az lehet, hogy ezek csak... A világ legrosszabb honlapját kapjátok meg. Most érted, így érted. Kurva jó néz ki. Már információ, nyújt se. Volt egy hipster buli, ahol részletét használták, mindjárt jövök, viszont nem vetítették le egészében, és innentől kezdve visszaszerzem a jogot, hogy ezt debütáljam egy ilyen underground közegben. Képeket is hoztam, amiket majd fogok vetíteni az öregről. Nem csak fotókat, hanem például készült volna képekkel is. Igen. Nem lehet, jó. Tehát ő egy olyan kultikus figurává nőtte ki magát, hogy képregényt csináltak róla, a legdurvább, mocskosabb, nyilván túlfantáziált egyébként állapotokról, vagy az irodalma alapján. Ez is egy fejezet lesz. Először beszélgetünk egy kicsit. Hoztam egy bevezető szöveget. Én rólam röviden annyit kell tudni, hogy nagyjából 15-6 éve fotózom az underground közegeket. A mikrofon nem lehet. Elég hűides a mikrofon. Mindjárt odaülök egy pillanat. Kell. Olyan nyelveket beszélek, amik hasznosak a fordításhoz. Mikrofonban. A szerkesztés, ez egy másik dolog. Igen. Szerkeszteni nagyon szeretek, csak mostanában bizonyos ajtók ugye szeretnek bezárulni. De még mindig majdnem olyan jó formában volt, mint egy fiatal férfinak. Mindig leborotválta a koponyáját, és bort ivott 2 literes üvegből.
Lánccal zárta az ajtót, az ablakokat, deszkákkal beszögelte. Külön jelet kellett használni kopogáskor, különben nem nyitott ajtót. Ökölvasai voltak, kései, baseballütői, puskái. Olyan mellkasa volt, mint egy birkózónak, sose hagyta el a szemüvegét. Sosem káromkodott, sose kereste a balhét, nem házasodott többé, miután első felesége elhunyt. Gyűlölte a macskákat, a csótányokat, az egereket, az embereket. Keresztrejtvényeket fejtett, rendszeresen olvasta az újságot. Ez a tarkó nyakbőség 42. Egy 68 éveshez képest elég jóda tette magát. Ez a sok palló az ablak előtt, alsó neműjét és zoknyait mindig magának mosta. Egyik haverom Red elvitt magával egyszer hozzá, társalogtunk egy ideig, aztán leléptünk. Ha mit gondolsz? Kérdezte Red. Ez jobban fél a haláltól, mondtam, mint mi mindannyian. Soha többé nem találkoztam egyikükkel sem. Meséltem, hogy az apja kínoszta Bukovszkit. Nagyon-nagyon sokat. Tehát több szempontból körüljártam ezt a kérdést. Megjelent, nem arra próbálok rákapcsolni, hogy Tricsersz most mondta, hogy Hitler jó festő lett volna, vagy nem. Ettől teljesen függetlenül. A Goebbelsnek a titkárnője 103 vagy 4-5 évesen adott egy német stábnak egy interjút, fekete-fehér az egész, nincsenek archív bevágások, a néni teljes totál ráncra zoomolt, mit tudom én, HD szinten fel van véve, mesél, igen, gyávák voltunk, igen, féltünk, stb. És a legérdekesebb rész abban a dokumentumfilmben az, hogy elmondja, hogy ezek az első világháborús apák, amikor hazamentek, ezt bármilyen háborús filmben látjátok, hogy nem tudnak kiszállni, a Rambo, a bármi. De hogy az, hogy a háztartásból csinálnak háborús frontot, és a gyerekeket dirigálják, mert az a ranglétra, és ők a beosztottjaik, meg a bojtárok, meg a bárkik, ez számomra ismeretlen volt, és ezt visszafejtve értettem meg, hogy a Bukovszki apját valószínűleg a fronton a felettesei verték, vagy bármi, hogyha nem mentek ki a sortűzre. És ezt utána csinálta a gyerekével. És azt írja a Bukovszki a következő cím alatt, az apám. Mindig egy darab szenet, egy késpengét és egy ostort hordott magával, és éjjelente saját koponyájától rettegett, és lepkékkel takarta le azt, leplekké váltak. Egyik reggel havazott Los Angelesben, és én elnéztem a havat, és akkor tudtam, hogy az apámnak semmi felett nincs hatalma. És amikor már egy kissé nagyobb voltam, elszakadtam otthonról, az első tervonat adta lendülettel, ülve fent a feszes zsákokon, és a mész belemarta a tudatomba, hogy nekem semmim sem volt, és mikor már kiértünk a sivatagba, először ott tudtam igazán dalra fakadni. Fél az apjától. Jelölt arca a választási plakáton. Ez egy általános amerikai külvárosi szituáció. Íme itt van ő. Nem túl sokszor elnyűtten. Nem túl sok ricsajnőkkel. Nem túl sokszor kap túrdefektet. Soha egy gondolat az öngyilkosságról. Nem több, mint háromszor fogorvosnál. Sosem késett le étkezést, sosem ült sitten. Sose volt szerelmes. 7 pár cipő, egy fia van a főiskolán, egy autója, ami 1 éves, biztosítások védik, egy sugárzóan zöld gyep, szemetes kukák, amiknek fedele erősen zár, ezt megválasztják. Értékeltük, remélem nem az. Még 2, aztán vége. Nehogy már. Rettegett diván. Még 2. Csupán nagy nehezen maradt talpon, és lehajolni számára gonddal járt. Kövér volt, a szemei kigúvadtak, alacsony homloka alatt kínok közt mosolygott, mivel alsó állkapcsa el volt fertőzve. Agyonvágta a legidősebb fiát, miközben rájött, atombolhatnék. Szorongni kezdett, mire betöltötte a 40. életévét, roppant dolgokat vitt véghez nyomban, fejlődés és aprítás terén. 1584-re halott, elérve az 54-et, és összsúlyát tekintve 209 fontot nyomott. Legutóbb nyáron kihozták a csontvázát az Archangels templomból a Kremlben,
és készítettek az alapján egy élethű másolatot róla. Imár majdhogy nem készen áll, és úgy néz ki, mint egy buszsofőr a 20. századból. Hát ül valaki egyedül egy lakásban, és ilyeneken filózik. Egy balek. A fiú egy kibucban ismert meg egy nőt, akivel New Yorkba ment, 32 volt, mikor az anyjától kiköltözött, mindig jól ellátva a humorérzékkel, minden nap frissen mosott nadrágban. Most állt a gettóban, legközépütt, puertorikóiak közt. A nőnek volt melója. Ő meg vasrácsot szeretett volna az ablakaira tetetni, és túlzabálta magát sülcsirkével reggel 10-kor, mikor a nő már elment munkába. Spórolt valamicsként az évek során, kellett neki egyik-másik potyadugás is, de lényegében kifejezetten félt a pinától. Eileennal ültem Hollywoodban, és azt mondtam, ezt a kölyköt figyelmeztetnem kéne, nehogy megnyíljon alatta a padló, amikor majd kiteszik a szűrét. Dehogy felelte, hagyd meg neki a szerencséjét. Hagytam hát szerencsésnek lenni. Én már ismét az anyjával lakik, ösztömeg elírja 310 fontot, és egyfolytában eszik, és egyfolytában nevet, ám a szemeit már alig lehet látni ebben a nagy halomhúsban. Szerettem őt, mondja nekem, egy csirke cafattal a fogai között. Szerettem őt. Ennyi. Itt vannak a Bukowski könyvek. Kérem nem elvinni, kérem elolvasni. Igen, igen, oké. Az elszívót le lehet kapcsolni. És most megpróbáljuk a technikát. Triceps, amikor mondta ezt a szerbből fordítást, akkor nem szerettem volna közbeszólni. Nekem az nagyon tetszett, hogy Arany János németből is fordított Shakespeare-t. Most elment a mikrofon. Én is használtam összehasonlításképpen német irodalmat is. Ha belebeszélsz, halljuk? Tehát németből, igen, nem. Köszönöm. Hallod? Halljuk. Tehát németből is fordítottam. Ha már német a csávó. Erre ennyit. Because
Not because I was so good, but because they were so damn bad. Yeah. Yeah, this is it. This is neighborhood. I'm a carrier. I've been around. I know this town. I used to carry, I probably carried mail right on this street half a dozen times. I used to work all the stations as a sub. Yeah. I'd probably carry this street right here, you know. I know the town. Oh, I only carried 3 or 4 years. I was a clerk the rest of the time. But still, you know it that way. You learn the cell numbers. You get the stink of L.A. in your bones, you know. I think the guys have been kind of good to me. Just kept me where I belong. Kept me where I belong. Not too much. Just right, you know. I can walk down the street, nobody knows me. Except the guys in the liquor store, they read something in the L.A. Times. Something came out. I go in for a beer, you know, buy some beer. This guy says, Wings of Song! He knows me. But anybody else, they don't know me. They don't know who the hell I am, and it's good. It's good. Myself. He's 20 years older. I kept thinking, oh, hell, you know. And then there's Liza, the other one. She's older, in her early 40s. Heads a record company, has money in her pocket. What you call mature. Like she said, I've lived long enough to become a good woman. And there's a lot of wisdom in that statement. I felt very compassionate towards him, and I felt the alcohol thing was a sickness, and he'd sort of wake up in the morning, he couldn't breathe, he was practically having a heart attack because he was, you know, so full of liquor, and I really would panic, and I'd say to him, well, look, Hank, I know you have to drink a certain amount, can't you cut it down to like 1 6-pack and, you know, your health, and so on. And I felt like a custodian in a way. I don't know how to explain it, but, you know, I was always very protective. And very sympathetic, and I never fought with him because I figured that the things that he did, he couldn't help but do, that he was a very disturbed person. But still, that something is missing that Linda has, man. All the trouble, all the travail, man. I don't know, it's a problem. How's it gonna get resolved? Well, I'm gonna give a reading up at Frisco, Poets Theater. I'll take Linda along, we'll see what happens. A sheik last wife, hát őt teszi a föld alá. Itt van egy németországi útjuk, Németországban ő nagyon sikeres volt Amerikában, nagyon kevés kritikát írtak róla, de a németek nagyon felemelték. The Germans loved him when Americans didn't even write critics.
ez az 50-es évek. Egy fucking Deutsch volt. Abszolút Deutsch. Ez egy képregény, a comic book. Hát egy, a végsőkéből mocskosítják a megjelenését, miközben azért volt egy ilyen... Ez nem volt egy nagyon nagy darab csávó, tehát... Hát nem. 180 centi nekem, mit tudom én, a fülemig ér. Ez a Mickey Rourke, a filmforgatás, 1987, Mickey Rourke shooting. A Mickey Rourke játssza őt, mondom az a jelenet, ahol a Mickey Rourke Bukowski, de a Bukowski is benne van a filmben, a Lárpultnál. Ebben a környezetben éltek, ilyen osztatlan közös, meg egyéb épületekben. Ez már egy idős. Szándékosan nem vetítette le a filmet, róla, mert a film rossz. Több későbbi képregény is megjelent, nem 70-es évek, hanem 90-es évek, 90s comics. Kurvák, ezekkel végtelenségig elhasznál, rettenetesen égett emberekkel lógott. Hát a hegek látszanak, you can see the face, he had lots of scars on his face. Ez is Németország, az út során csináltak róla egy portréfotót. Ez az átlag megjelenés. This is the average look, mi csak a trombok. A trombok, igen, amit kiemeltünk. Itt egy papagáj van a ketrezben, de a Máriás például illusztrált egy könyvet, ahol a macskák, a macskák a fétise. Bukowski loved cats, actually not birds. A tévéműsor akkoriban lehetett inni, dohányozni a tévében, és ő nem is fogta vissza magát. Felolvasó est. Jó, odarakja magát. Hát több üveg bort megiszik 40-50 perc alatt. Sokat érvel, szeret beszélni. Leukémia végzett vele, ez egy picit előtte van, mielőtt megállapítják. Ez még mindig a csúcs korszak, tehát a külvárosi hős aspektus, feleség. Mi volt az, akit mondtam, hogy egy ponton nem vette fel a őrjöngést meg a szarságait, hanem az meg, mert őrjöngje nappaliban 4 órán át. Ez is egy képregény. A tekintetében azért látod ezt a istenségből jövést, csúnya gyerek, vert az apám. Egy érzékeny valaki van ott mögött, a hártya mögött. Karikatúra. Lóversenyre nagyon sokat járt, erre nem tértünk ki, de ez az életének egy nagyon fontos része. Hogy mondták neki, hogy hát de gyere el, és akkor fogadja ez erre, meg így, meg úgy megy be, és akkor befut, és akkor ilyen a szorzó, és így ki az a hülye, aki ide elmegy. Onnantól kezdve minden héten mentem. He was into horse race. Ez is egy képregény, ahol a színpadot bontja, és közben verik. Autó, amit láttunk, a Volkswagen, és pár máshogy van, más autóval illusztrálják, de szeretett autókázni és nézni az embereket. Lógni ilyen talponállókban. Hát gyűjtötte az ispét, hát azt mondta, meg bevonzotta az őrülteket. Ez is egy klasszikus, szinte már sztereotípiával vált dolog, hogy ő nőkkel, őrült nőkkel birkózik. Egyszerre behatolás és telefonért. Ezt nem tudom mi, ezt nemrég küldte valaki, hogy hozzam el, mert ez egy ilyen klasszikus fénykép. Valamilyen sztárral lefotózták. Ez egy korábbi barátnője, az utolsó feleség előtt, ő is Linda. She's also Linda, last wife was as well. Sean Penn, aki mai napig így picit meglovagolja a hullámot, hogy ők mekkora haverok voltak. Ez is a németországi út, elvitte a feleségét, hogy honnan származik.
Azt hiszem, hogy körbeértünk. Ez a leukémia előtt, mert ez egyik utolsó classic photo before is chemotherapy. Készültem egy pólóval, ami nem készült el, hogy én ezt elnyomtatom egy pólóra és rajtam van, de slasznak éreztem, ezért csak a fotót hoztam. Illetve a fotó körbe ment. Tehát ő ezt így vállalta, hogy Bukowski, most nem látszik a könyvektől, de saját pofáját tett a pálkosára. Elsírta magát az esküdőjükön, és sose volt ilyen bensőséges érzése alatt. Ettől a nagyon szar embertől, és értékeltük, hogy néhány ilyen ember ide jött. Viszont én hoztam egy döntést, hogy a Men's Group nem fog megszűnni a következő két évben sem. Még vannak emberek, akiket érdekes a dolog. Köszönöm a kivetett szívót. Megjöttem, megírtam. Jó értem, Sorosipány tudnáték a nagy, ez van, a X-Symposium-os képegyén kilátások csúcs lesz. Betétésre mind a kettő. Utána meneteket húzzatok a faszba. Jaj, és köszönöket találtok. South, you for all the unsung.